Azt mondtad előre, hogy bántani fogod Árpa Attilát. Az lett a vége. Igen, az lett a vége, amit szerettél volna. Azért volt, amivel meg tudott lepni? Nem, én most nagyon büszke vagyok magamra, mert nekem ez egy nagyon, nagyon komoly ilyen önkontrollról szólt. Tehát, hogy nem szabad túltolni ezeket a mérkőzéseket, tehát MMA-ban, ökölvívásban, kickboxban, tehát ezek a striking állóbunyó sportágokban, ezekben nem szabad, hogy az idegállapot, a feltrenköltség, hogy ezek irányítsanak, és akkor én ezeket már úgy azért mostanra, így 40 éves koromban megtanultam már, mikor abba hagytam már a küzdősportot, csak kíváncsi voltam, hogy ez működik-e még, hogy az önkontroll megy-e még. Tehát, hogy az embert szájon vágják, akkor utána nem akarja rögtön visszaadni, hanem még szűkebbre veszi, és még fókuszáltabban, és próbál, úgy próbál küzdeni tovább. Mert hogyha szétesik, és egyből bosszút akar állni, akkor mindig csak a baj van belőle. Valójában ez az, amit szeretek ebben az egészben, hogy ez a legkevésbé szól egyébként az erőszakról, meg az agresszivitásról. Vigyáztál rá? Nem feltétlen mondanám, hogy vigyáztam rá. Egy normális küzdelmet akartam csinálni, nem volt célom az, hogy én most leüssem az Attit, nem volt célom megalázni, nem, a legkevésbé sem volt célom. Amikor szóba került, hogy akkor ő ki is állna ellenem, akkor én még biztattam is, hogy ki kell állni Atti, mert de hogy ez kell nekünk, ezt hidd el, mert ez kell. Nem ijedtél meg, amikor elvállalta? Nem. Hát ő nyilván megkérdezte a véleményemet, hogy most akkor ezt most komolyan gondolom. És én mondtam neki, hogy ha bunyózni kell, akkor inkább egy profival egy olyannal akarj bunyózni, aki tud is, mint sem egy olyannal, aki nem tud. Mert mindig az a veszélyes, aki nem tud. Uh-huh. Egyébként a kezdők ellen küzdeni a legnehezebb. Váratlan mozdulataik vannak, váratlan ütemekbe, váratlan dolgokat csinál, belenyúl a szemedbe, rálép a lábadra, tökön vág, nem tudom én. Tehát egy csomó olyan dolgot csinál, amit egyébként egy profi nem. Én egyébként ezzel biztattam, hogy én a helyébe ezért vállalnám el, tehát, hogy nyilván ezt akkor én nem mondtam Attinak, meg senkinek, de nekem nem volt célom az, hogy én most őt padlóra küldjem, meg megalázzam, meg nem tudom én. Ez egy küzdősport, nem cél. Nyilván, ha úgy hozza a taktikai szükség, akkor meg kell lépni egy ilyet is, de itt most ezt nem hozta úgy. Van még valaki, akivel szívesen boxolnál? Hát azok nem magyarok. És egyébként UFC bunyósok is. Korábban együtt birkoztunk velük, tehát birkoztam velük, de velük szívesen bunyóznék, de csak játékból, mert azért ők tényleg nagyon, nagyon tudják.